Isten hozott benneteket a 180 nap alatt a Biblián át sorozatunk 33. napján, amikor már nem a Bírák könyvében vagyunk, de még a Bírák könyve időszakában vagyunk. Ugyanis Rút könyve van soron, illetve Rút könyvének egy része van soron, de valamennyire egy kicsit az egészről fogok beszélni. És egyike azon könyveknek, ugye két olyan könyv van a Bibliában, ami női nevet visel. Na nem azért, mintha Isten feminista lenne, vagy Istennek feminista kilengései lettek volna, és egyszer csak a nőket jobban szereti, utána mégiscsak a férfiakat szereti jobban, és a férfiakkal törődik vele, őket akarja megáldani. Egyszerűen el akar mondani Isten történeteket. Egyszerűen be akarja mutatni az ő szeretet kapcsolatát velünk, emberekkel. Ezért is, akár ez a két könyv is azért olyan nagyon beszédes Istenről, Isten szeretetéről, és a mi Isten kapcsolatunkról. Ha valaki simán olvassa a Rút könyvét, amit ajánlok, 4 fejezet, nagyon egyszerű elolvasni. Tehát ha valaki csak olvassa, akkor egy sima család történetet olvas. De sima történetnek látszik, de ihletett történet. Ezért nem bánhatunk úgy vele, mint egy egyszerű család történettel, vagy egy rövid kis novellával, mert hogy nem az. Isten az, aki mondani akar nekünk valamit a Rút könyvéből. Ezért oda kell rá figyelni. És nagyon sok van a Rút könyvében, amit el lehetne mondani. Most természetesen ez az 5-6-7 perc, ez nem elég rá, hogy a Rút könyvéről beszéljek. De mit akar tanítani? A címünk azt mondja, hogy álhatatos szeretet. Két özvegyasszony, akik a legnehezebb időkben sem hagyták el egymást. Így is lehetne ezt értelmezni, csak nem ez a lényeg a Rút könyvének. Illetve a mai igénk, az első fejezet 18-as igeverse, amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább, azaz hagyta, hogy vele menjen, Naomi hagyta, hogy Rút elkísérje az ő útján. Mit akar tanítani nekünk ez a könyv? Milyen tanulságokkal szolgál számunkra? Az egyik tanulság az, hogy Istennél mindig van újrakezdés. Nem is akármilyen újrakezdés. Naomi a férjével, 2 gyerekével azért ment el, mert éhínség volt. Ott, idegenbe, Moab földjén minden férfi meghalt. A férje is, a 2 gyereke is. Maradt ő és a 2 menye. És visszafelé Rút, az egyik menye, az vele jött végig. És azt mondja, hogy a te Istened az én Istenem. Teljesen azonosulok a te hiteddel, a te népeddel, a te sorsoddal. Teljesen Istenre akar támaszkodni Rút, mert valami olyant ismert meg ebben a családban, illetve a család által tisztelt Istenben, amit ő otthon nem kapott meg. A moabiták kitagadottak voltak, nem lehetett részük Isten tiszteletben. Nem mehettek be a templomba. Ki voltak zárva, bár testvérnép voltak, de olyan dolgokat követtek el Izrael ellen, ami miatt teljesen ki lettek zárva. És mégis azt látjuk, hogy itt van ez a hölgy, itt van benne a Bibliában, és pozitív szereplőként van itt a Bibliában. Istennél van mindig újrakezdés. Még az ilyen kitagadottaknak is van újrakezdés. Nem véletlenül, hogy még sátánisták és egyéb gonosz erőkkel játszadozó emberek is megtalálják időnként az utat Istenhez. Mert hogy Isten elhozza őket, Isten hozza ki őket. És látjuk azt is, hogy igaza is volt ennek a hölgynek. Mert Isten tényleg megadta neki azt, amire ő számított. Megadta neki az újrakezdést. Rút történet egy abszolút happy end történet. De azt is látjuk, hogy nem várta az égből a sült galambot, hanem tett is azért, de amit tett, azt bölcsen tette. Ezt Isten szerint tette. A másik, amit látunk ebből a történetből, hogy Istennél a nőknek nincsen alárendelt szerepük. Azaz, Isten ugyanúgy bánik a nőkkel, mint bármilyen más férfival is. Ugyanúgy törődik velük is.
ugyanúgy személyes kapcsolata van, volt már az Ószövetségben is, természetesen van az Új Szövetségben, minden nőnek is lehet, meg lehet ez a személyes kapcsolata, mint ahogy a férfiakkal is megvan Istennek. Nincs kivételezés ilyen szempontból, hogy most valaki férfi, vagy valaki nő. A harmadik pedig, hogy ez a könyv Dávidra nézve született. A végén ott van Dávidnak a nemzetség táblázata, mert ez a Moabita, ez a Rút, ez Dávidnak a déd nagymamája. És már ebből is látszik, hogy Isten hogyan és milyen fajta házat épít Dávidnak, ami természetesen Krisztusban teljesedik majd be a végén. De itt is látszik már, hogy Dávid házába minden népnek van helye. Még az ellenségeknek is. Még az esküdt ellenségeknek is. Még onnan is Dávid házának részévé lehet válni. A legnyomorultabb állapotból is föl lehet emelkedni, részt lehet venni. Isten még onnan is behív, bevon az ő házába, az ő hajlékába. Más népek is otthonra lehetnek Istennél, mint például mi magyarok is. Nem mint nép, hanem egyenként ki, hogyan, de Istennél otthonra lelhetünk. De azt is látjuk ebből a történetből, hogy mi jellemzi Dávidnak a házát. Dávid házát a kegyelem, a megértés, az odafigyelés, az igazság, és Isten teljes, átfogó szeretete, ami rengeteg mindenben megnyilvánul, többek között az előbb felsoroltakban is, része. Isten önmaga. Az ő természete az, amelyik áthatja Dávid házát. És Dávid háza az most a gyülekezet, az most az egyház. Mi, keresztények, rengeteget tanulhatunk a Rút könyvéből, hogy hogyan bánjunk másokkal, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Érdemes hát elolvasni és megfontolni ezeket a tanulságokat. Holnap találkozunk, addig is minden jót mindenkinek. Szervusztok!